Ezek a felvételek tavaly októberben készültek abban a szekszárdi lakóházban, ahol gázrobbanás történt. A robbanás hatalmas kárt okozott az épületben, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem halt meg senki a katasztrófa következtében. 20 lakás vált lakhatatlanná, 5-en megsérültek, és 80 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az azóta eltelt 4 hónapban sikerült helyreállítani a károkat, többek között betúcolták a fülfalakat és visszaépítették a vasbetonfalakat, egészen egyedi műszaki megoldásokat alkalmazva. A munka során 400 köbméter törmelék halmozódott fel, 12 tonna acélt használtak fel a fülfalak megtámasztásához, és több mint 50 köbméter betont építettek be. Kocsmár István, a helyreállítást végző Aliszka Bau építőipari ZRT vezérigazgatója azt mondja, a múlt héten fejezték be a munkát, innentől kezdve a lakók egyénileg újítják fel ingatlanukat, amiben hamarosan visszaköltözhetnek. A kár mértékétől függ, hogy mikor. A kevésbé sérült lakásokban a közüzemi szolgáltatók helyreállítása után, én azt gondolom, hogy ez akár a jövő hét, ahol most állunk, én azt gondolom, hogy ez hónapok kérdése, a többi lakásban meg a 2 időintervallum között. Ács Rezső szekszárd polgármestere méltatta a mérnöki megoldásokat, amikkel sikerült biztonságossá tenni a robbanással sújtott épületet, és példaértékűnek nevezte a szekszárdiak összefogását, amit az érintettek megsegítéséért tettek. Az önkormányzati lakásokat is többen igénybe vették, mondta Ács Rezső. Városhatalom nyújtott lakásokat 30 fő vette körülbelül igénybe, és éppen még a múlt héten is volt egy újabb beköltöző család, akik eddig rokonoknál aludtak, és rokonoknál szálltak meg. Most volt szükségük arra, hogy már nem akartak mások terhülni, és akkor egy önkormányzati lakást vettek igénybe. Természetesen, ahogy elmondtuk a legelején, ezek a lakások rendelkezésre állnak, rendelkezésre is fognak állni, és mindenig fogjuk biztosítani, amíg a lakók ezt igénylik.